Zöldre vált a lámpa, és szabad az átkelés a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is Nyíregyházán, a Derkovics utca elején. Közlekedési lámpa szabályozza az autósok haladását is, itt korábban csak jelzőtábla segítette az iránymutatást. A Tiszavasvári út ezen kereszteződésében az elmúlt években rengeteg kisebb-nagyobb baleset és koccanás történt. Ezért is volt időszerű újra gondolni és átépíteni, biztonságosabbá tenni ezt a csomópontot. EU forrásból 100%-os támogatással több mint 1 milliárd 68 millió forintos fejlesztés jelent ez itt a Tiszavasvári Dercs utcai csomópontnál, ami illeszkedik a csomópont átépítési programunkhoz is, de illeszkedik a kertvárosi közúti infrastruktúra fejlesztésekhez is. Ezt indokolták az elmúlt években, ugye az állapotok, másrészt megnőtt a forgalom, és sajnos ezzel együtt a balesetek száma is, tehát a biztonság az első. És hát tudjuk azt, hogy itt az atlétikai centrum is, hála Istennek, sok látogatót vonz jó programokkal. Az autópályához lehet menni, a Legóhoz lehet menni, de valójában itt a Michelinhez, Contihoz, Eismauthoz, az itteni cégekhez. Ehhez a folyamatosan növekvő ipari parkhoz pedig nem csak a nyíregyháziak járnak napi szinten, hanem a környező bokortanyák lakói is. Hogyha tágabb értelembe veszem, akkor Nyíregyháza és térségének, a nyugati résznek, a bokortanyáknak, ami még közigazgatásilag Nyíregyháza, de a tiszavasvári járás minden települése itt jön be Nyíregyházára, már hogyha el akar érni a belváros, mert az elkerülő útnak köszönhetően már, ha az autópályára akar fölmenni, akkor nem kell bejönni a belvárosba. És én azt emeltem ki, hogy egy tudatos közlekedésfejlesztés valósul meg Nyíregyházán, amely én 2014-től vannak ezek a választókerületek, 14-től látom a Legó nyíregyházi gyárának átadásától, amikor két körforgalmat kialakítottunk a 36-os úton, illetve egy kerékpárutat, azóta a Mező utcai csomópontot fejlesztette a város, és ez nagyon fontos volt, hiszen az áteresztő képessége megnőtt ennek a kereszteződésnek. A Tiszavasvári út és Derkovics utcai kereszteződés egyik kulcspontja a felüljáróról lefelé balra kanyarodás volt. Erre a célra most külön sávot alakítottak ki a beruházás keretében. Ezzel a jelzőlámpás forgalom irányítással nem csak az autósoknak lett könnyebb és biztonságosabb a közlekedés, az átépítés a gyalogosok és kerékpárosok védelmét is szolgálja.